inkább túlerőltetni a sátánt, hogy saját tempóban, ami hol esik. Ismét futáspróbára invitálták a sportolni vágyó fehérváriakat kedden délután a Halesz Parkba. A Honvéd Szondi SL szakemberei minden évszakban meghirdetik ezt a programot a futás szerelmeseinek, melynek keretein belül szintfelmérésre és szakmai tanácsadásra is lehetőséget nyújtanak a sportolni vágyóknak. Ez a mai futáspróba, ez tulajdonképpen mindenkinek, a rendszeresen futóknak egyfajta olyan lehetőséget ad, hogy fel tudják mérni magukat egy kicsit szervezettebb keretek között. Ez nem egy verseny igazából, hanem önmaguknak egyfajta felmérés. Tehát itt ezen az egy kilométeres körön mindenki úgy teljesít, tehát az edzettségéhez mérten. A futás talán a legolcsóbb mozgás lehetőség a sportok közül, viszont nagyon fontos, hogy szakszerűen és helyesen végezzük, hogy elkerüljük a sérüléseket. A legcélszerűbb ősszel vagy tavasszal elkezdeni futni, hiszen ekkor a legideálisabb az időjárás erre a sportra. A szakemberek szerint tanácsos gyaloglással felkészülni a megterhelésre. Kovács József Csaba edző szerint, aki nyáron a futás mellett dönt, annak különösen figyelni kell a hidratálásra, és igénybe venni például a Halesz Parkban kihelyezett ivókutakat. Most elég meleg is van, tehát még ez az 5 órai kezdés, ez egy kicsit korainak tűnik, és így nyáron inkább egy kicsit később érdemes futni, tehát olyan 6 óra után, és mondjuk reggel 9 óra előtt, amikor még nem tűz annyira a nap, és hát megfelelően hidratálva, ez nagyon fontos a futáshoz ebben a nyári időszakban. A Honvéd Szondi SL minden futni vágyót vár az őszi futás próbájára is, valamint az év során bármikor szívesen látnak mindenkit, aki csatlakozni szeretne. A futókör keddenként a Halesz Parkban, csütörtökön pedig Palotavárosban tartja közös edzéseit.